Kérem, légy szíves, megbeszéljük a következő történetet. Igen, a közben az a kérdés, egyet nekem egy csányit légy szíves. Kérek. Köszönöm. Én egy patait kérek. Tehát vannak itt bankár arcok, aki szeretne részt venni a következő sztoriban, az vegye magához, válaszol egy kedvenc bankár arcot. Később majd még lesznek politikusok is. Tehát ne felejtsétek, ne felejtsük ki őket sem. A hátulján egy dalszöveget láttok, aki nem volt ott, aki ott volt kedden, az tudja, hogy miről van szó. És oda fel fogunk sorakozni a bank elé, és ezt a dalocskát elénekeljük, úgy, hogy az állat előttünk lesz. Az a kérdésem, hogy ott a rendőrségi kamera, hogy előttem mielőtt felteszitek az állarcot, légy szíves, nézzetek majd bele abba a kamerába, jó? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ott a hírtévés kamera mellett van a rendőrségi kamera is, tehát annyira felsorakozunk, köszönjetek be, és utána föllehetjük ezt, és közelről felvesszük. Amikor ezzel végeztünk, akkor pedig politikusokra is cserélünk, de legyen bankár is, és van itt egy rendőrünk, aki majd megmutatja, hogy a bűnözőknek mi lesz a sorsa, a kötéltől nem nagyon ijedjetek meg, de azért látszom az arcotokon a rettegés. Kicsit beszaladtak ettől a performance-tól, nem probléma. Ne az arcodokat takarjátok el, csak így egy kicsit, jó? Tehát elvileg szabálysértés, most nem akarom mai napot mindjárt reggel elrontani egy szabálysértéssel, de hát, hogyha egyszer így van, integessünk T2-be, köszöntjük a Teve utcában a befajó rendőri vezetőket. Majd lesz ez másképp is, tehát én szeretném, hogyha nem kellene itt eszközálni magát a helyi parancsnokoknak, csak azért, mert ott ők beszaladtak és tele van a gatya. Szevasztok! Ezek az igazi rablók! Ezek a kiposztóink! Őket lehetne már összeszedni és elvinni, mert a türelmi fosztán van, és vége felé van. Ó, ez a kedvencem. És vagy valami olyat fogunk elkövetni. Kisebbek, álljanak oda föntre. Ez ilyenkor van a seppej? Igen. Mutasd! A valahány százados! De nem most még, az majd utána jön, amikor a politikusok is felsorakoznak. Figyeljetek, az a lényeg, hogy lassan, komótosan, ahogy ez a dal van, jó? Na, maszkot fel! Ez a hajén bankár lennék? Tájékoztatjuk a járókelőket, hogy a bankjelenes demonstráció azon szakasza következik, amikor a bátor harcosok véleményüket kinyilvánítva a bankárok, a bankfiókok kirakatai felragasztják azokkal a felhívó szövegekkel, amiket mindenkinek a figyelmébe ajánlunk. Érdemes megállni és elolvasgatni, mert ezek között a plakátok között már olyan írások is találhatók, melyek arról szólnak, hogy a bíróságok a károsultak javára döntöttek. Tehát eljutottunk odáig. A háttérben nagyon-nagyon jól dolgozó jogászokkal együtt, hogy a bíróságok kezdenek a károsultak javára ítéleteket hozni, és bizony ezek az ítéletek arról szólnak, hogy a bankárok csaltak, és már meg kell tűnteni a hitelesnek okozott kár. Na, figyelem! Csoportkép! Aki még jönni akar, figyelem hangosan, három és... Ha én bankár volnék, nem csak egyszer ölnék, minden évben négyszer, kapatot emelnék, elvenném a földet, elvenném a házat, szép Magyarországot, odaadnám Júdásnak. Az a kérdésem, hogy és valaki... nem adjuk a házunkat meg a földünket! Üzenjük nekik! Lógni fogtok! Lógni fogtok! Lógni fogtok! Elközben tájékoztatjuk a járókelőket, hogy a civil érdekvédő szervezetek és a háttérben dolgozó igen neves bankjogászok és jogászok elkezdték a közös munkát annak érdekében, hogy ezt a
hitelcsalásos történetet végre a törvény előtt helyre tegyük. Én köszöntöm itt a harcosok között azt a jogászt, aki már nagyon sokat segített nekünk, és sokat tanultunk tőle, Zam Andreát, aki képviseli a Kármos útak érdekeit igen-igen nagy erővel, éjjel-nappal dolgozva, és bizony volt olyan, amikor neki kellett eljönni a rendőrségi fogdára, hogy kihozza a társunkat a jogtalan letartóztatásból. Na és még egy performanszunk van a mai napra, amit feltétlenül meg kell csinálnunk, az pedig van a kezünkben nem csak bankárok, hanem hazáruló politikusok is, akik a bankárokkal karöltve rabolják az országot, és van itt egy elég rendőrünk, nem mertem megkérni az egyenruhásokat, mert valószínűleg nem vállalták volna, aki megmutatja, hogy mi lesz a sorsa azoknak, akik kiposztják az országot. Látom, hogy tájékoztatásunk érdeklődést fejtett ki a járókelő körében. Nagyon-nagy örömmel tudatom önökkel, hogy még látunk valami halvány politikai akaratot arra, hogy a hitelesek problémáját a törvény előtt rendezni lehessen. A probléma még mindig csak az. Irány utána, rablóbanda, irány a kapszár. Most egy olyan jelenetet látni, és utána folytatom a jelenetet, amikor a rablóbandák láncsőverve zöldnöbbe kísérik. Az jelenetet arról szól, hogy a rablóban zárt pillanat, a lehető legbékésebb módon, mert nem az a célunk, hogy ez a város égjen, hanem az a célunk, hogy újból olyan gazdasági mederbe kerüljön az ország, amikor nem csak ez a város, hanem a vidék is újból épülni tud. Mert azért azt ma be kell látnunk, hogy 2014-et élünk, de lényegében gazdaságilag sokkal rosszabban állunk, mint 1989-ben az úgynevezett rendszerváltás idején. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a tegnapi nyilatkozat, hogy több mint 100 milliárd forinttal is még csökkenteni kell az állam kiadásait. Ha pedig elgondolkodunk ezen a bejelentésen, az azt jelenti, hogy elvonjuk az oktatástól, elvonjuk az egészségügytől ezeket az összegeket csak azért, hogy a bejelentett 2,9-es államdeficitet tartani tudjuk. Tehát ebből is látszik, hogy Magyarországon bankcsőd van. Bankcsőd van, de minket ez nem érdekel. Legyen is, mert azok a bankárok, akik megmerték tenni ezt ebben az országgal, hogy így elszegényítsék, és rabszolgaságban, adós rabszolgaságban sűnyezték, azok meg is érdemlik, hogy csődbe menjenek. Nem kell őket sajnálni, ezek az intézmények mind magántulajdonban vannak, nem a bank megy tönkre, csak az a tulajdonos, aki ezt megengedte, hogy ez így működjön. Van ebből a tulajdonosi körből körülbelül Európában 1000 fő. Hát azért a több milliárd emberrel szemben ez az 1000 fő nyugodtan tönkre mehet. Ez lehet az ára annak, hogy végre rend legyen Magyarországon, a gazdaságban is rend legyen Európában. Meggyűröm a fejét! Egy kicsit mélyebben nézünk a dolgok mögé, azt látjuk, hogy Ukrajnában baj van. Nagyon-nagyon nagy baj van. Add a lóvét! És a baj a kialista bankárok miatt keletkezett. Méghozzá azok miatt, akik Amerikától irányítják